a tangó most mindenre kellett. És pont. Köszönöm. Ezzel zárta le a tangó tiltásának feloldásáról szóló helyi rendelet szavazását Pécs alpolgármestere. A formailag még érvényben lévő jogszabály megszüntetésében mindegyik politikai oldal egyetértett a keddi közgyűlési ülésen. Csütörtök délután már a tangó ünnepét tartották a Baranyai megyeszékhely főterén. Profi és amatőr táncosok, tánctanárok tangóztak élő zenére. Bemutatva ezt az egykori pécsi tiltórendelet szerint erkölcstelen táncnak a lépéseit. A Vecsési Tangó stúdió vezetője néhány éve hallott a tiltórendeletről, amikor Pécsen járt. Az egyik barátom megkért, hogy hát jöjjek le, és hát ott csináljunk egy ilyen kis tangórendezvényt. És ezen a tangó rendezvényen összeismertettem egy nagyon dinamikus úriemberrel, aki azt mondta nekem, hogy hallottam-e, hogy Pécset 1922-ben kitiltották a tangót. Mondom, ez egy nagyon érdekes történet, és akkor úgy leültünk és úgy átbeszéltük, mi lenne, hogyha erre valahogy ráhúznánk egy ilyen eseményt. Hát éppen ez az esemény most 3-4 évvel később ugye megvalósult, és itt vagyunk a téren, ami számomra egy hatalmas nagy öröm. A tangó egy nagyon intim, bensőséges mozgásforma, ez válthatta ki az ellenzők haragját annak idején. Ahol azt kell, hogy mondjam, hogy a követőt, mert ugye követőnek hívjuk, akivel táncolunk és vezetők vagyunk, ugye nagyon a személyes érintési körünkbe bevisszük. Tehát ez annak idején abban a társadalomban ez valahogy nem csúszott le, és hát gondolom, hogy azok a körök, akiknek ez valahogy nem tetszett, azok megtettek minden lépést, hogy ez végül is betiltásra kerüljön. Most 2021. szeptember 23-án azonban már legálisan tangózhattak Pécsen az emberek. Sokan kipróbálták a lépéseket, sokan pedig érdeklődve figyelték a táncosokat a tangó ünnepe elnevezésű eseményen a pécsi Széchenyi téren.